Az Oroszország által két éve indított támadás kezdete óta több mint 270 embert öltek meg aknák és egyéb robbanószerkezetek. Közölte Szerhé Reva, az Ukrán Katasztrófavédelmi Szolgálat aknamentesítési munkákat szervező részlegének vezetője. Kiemelte, a halálos áldozatok között 14 gyermek van. A rejtett orosz robbanószerkezetek miatt több mint 600 civil sérült, megmondta a szakember. A Katasztrófavédelem sajtószolgálata közleményében arról hogy a pirotechnikai munkatársaik megsemmisítettek egy féltonnás orosz légibombát Zaporizsa megyében. A közlés szerint szerdáriasztották helybeliek a mentőszolgálatot, hogy az egyik település mellett a szántóföldön robbanó szerkezetet találtak. Eltávolítása nehézségbe ütközött, mivel a légibombában módosították a biztosítékot, ami lehetetlenné tette a szállítását. A kockázat miatt a légibombát a helyszínen kellett felrobbantani.